A Weekend első részében már hallhatták a The Move zenekart játszani, de most beszélgetünk is velük, itt ülnek a fiúk velünk szemben, vagy velem szemben. Mondhatnám, hogy négy megszállott, vagy holdkórus figura, akik nem bírtak magukkal, és 2016-ban csináltok egy zenekart, de itt azért elárultátok, hogy egy kicsit azért ennek van egy zenei vonatkoztatása. Szóval miért is éppen The Move? Miért ez lett a zenekar neve? The Move zenekar, ugyebár 2016-ban alakultunk újra, mert hogy ugyebár jóval hamarabb volt egy felállás. Ez a 2016-os újraalakulás után több tagcserén mentünk keresztül. Most jelenleg ott tartunk, hogy a legfrissebb tagunk, és remélem, hogy örökös tagunk is, Bodó Szabolcs. Most már megtaláltátok, nem Szabi, engeditek. Aki egyben basszusgitáros és szólógitárosunk is. Sanyival egyetemben, ugyebár tehát ő is szólógitáros és ritmusgitáros, Bence ugyebár mint dobos, a ritmus szekció, én énekelek, csörgőzöm, néhány hangszert használok, szájharmonika esetleg, mikor, hogy... Nos, hát most volt egy sikeres koncertetek nemrégiben, és most reméljük, hogy itt a világot jelentő televíziós beszélgetés után aztán beindul majd itt a koncertek sorozata. Legközelebb egyébként hová tervezitek a fellépést? Hol láthatunk élőben titeket játszani? Május 17-én fogunk játszani az Inkognitóban Debrecenben, meg még előtte lesz a Holdudvarban. Május 11-e. Igen, igen, tehát az egy héttel lesz előtte. Nem tudom, hogy ha stílusilag be kellene kategorizálni ezt a muzsikát, akkor mégis hová sorolnátok? Ilyen blues rockot játszunk, rock, enyhén bluesos beütéssel, stoneres beütéssel, ilyen pszichedelikus rockos beütéssel, szóval elég egy kis country is enyhén. Szóval mi csak annyit mondunk, hogy rockzene is ennyi. Nem is célszerű talán, mert inkább az, hogy olyan zenéket játszunk, amiket mi szeretünk. Tehát így az, hogy most éppen hogy sikerül, meg milyen stílusba, kategóriába esik, az eléggé adhok jellegű. Ugye mindig úgy indul a zenekar, vagy általában a zenekarosdi, hogy összeáll egy csapat, még ha autodidakta módon is tanulnak meg a fiúk zenélni, aztán játsszák a kedvenceiket, de hogy ebben egyre sikeresebbek, azért megpróbálja valamelyest a saját arculatát is megtalálni a csapat, és jönnek a saját számok, a saját zenék. Ez hogyan születik nálatok? Ugye, ezt nagyon jól látod. Ezek a saját számok, ezeket általában úgy, mint nagyon sok zenekar jammelés útján jutunk hozzá ez a nyersanyaghoz. Sanyival kezdtük ezt az egész projektet, ő általában ő írja egyébként a többségében a daloknak az alap hangnemét, hogyha úgy mondjam. Bence ugyebár rádobol erre, igen, Bence ugyebár rádobol, Szabi meg színesíti, igen, pontosan ezt a történetet. Mennyi? Körülbelül lehet ezt lemérni, hogy egy új szám mondjuk mennyi idő alatt csiszolódik tökéletes gyémántá? Nagyon sok sörtnek kell hozzáinni. Általában koncerteken teszteljük, Nem, van olyan, aminek az alapja, az mondjuk 5 perc alatt megvan. Tehát tényleg az, hogy érezzük, hogy ez most nagyon jól sikerült, szuper, ezt így általában el szoktuk felejteni, felvenni, és utána egy ilyen 2-3 hét alatt megpróbáljuk kitalálni, hogy mi az, amit elsőre csináltunk, és utána szokott ez így összeérni fokozatosan. Tehát az alapötlet az relatíve hamar megvan. Igen, de amit kérdeztél, hogy tehát mikor kicsiszolódik, az viszont koncerteken. Tehát azt, hogy vinni kell az emberek elé, mert ott látod, hogy mi működik. Na, ebből jön a következő kérdésem, hogy egyrészt mi az, ami 2019-ben négy fiút arra sarka, hogy ő színpadra álljon és zenéljen, ráadásul élőben. Másrészt meg ki az, aki szerintetek időt, energiát, pénzt áldoz arra, hogy élőben hallgasson zenekarokat, akár a The Moont? Ez egy nagyon jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy a társadalomnak igazán szüksége lenne szerintem az élő művészi kultúra felnevelésére, illetve nagyon-nagyon szükséges az, hogy mindahogy veszőben van ugyebár maga az irodalom, a költészet, a színház. Már csak presztízsből járunk színházba, nem? Tehát én úgy gondolom, hogy maga az a zenei műfaj, amit mi képviselünk, ez egy show műsor, ez egy előadás. Nem azt mondom, hogy jó zenészek vagyunk, de kitartunk egymás mellett,
elviseljük egymást. Ugye beszélj csak a saját nevedben, mert még a végén kidobnak a zenekarul. Az, hogy miért kezd el egy zenekar koncertezni? Már várom. Azért, mert nemes egyszerűséggel jelen pillanatban Nyíregyházán ilyesmi nem nagyon van. Tehát egy olyan körülbelül 10 éve ilyen, hogy az ember elmegy egy sörözőbe, és hogy van esetleg valami élőzene, tehát az egy ilyen kiveszett műfaj, kész, vége. Tehát olyan, hogy nagyobb fesztiválhelyeken ott még előfordul, de nagyon-nagyon átalakult. Hogy miért csináljuk? Anélkül unalmas lenne. De most így a középiskolai tanárbácsi, a raktárgépkezelő ember, meg a grafikus dizájner így összeállnak, és akkor csinálnak valamiért, ami túlmutat így a hétköznapokon. Hogyha saját magatokra gondoltok, akkor mik vagytok? Középiskolai tanárok, stb. Vagy zenészek? Hát én inkább zenész. Inkább zenész. A többi nem érdekel úgy igazából, a többi az szükség. A többi az csak egy szükséges rossz. Na, hát akkor, hogy milyen is az a zenész szív, ami ott dobog bennetek, azt hamarosan ismét hallják a nézők.